Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Kihívások a Családban előadássorozat első alkalmán. A neve Mamota Lóránt, és az esemény házigazdájaként köszöntöm Önöket, mától kezdve minden este egy héten át, amikor különböző kihívásokat próbálunk megbeszélni és megérteni nagyon nagy szeretettel köszöntöm mindazokat, akik itt vagyunk a Marosvásárhelyi Adventista Ágyülekezetben, és Önöket, akik a Speránca Reménység Televízió csatornáján követnek bennünket. A Speránca Reménység Televízió magyar szerkesztősége minden évben igyekezett, így idén is, egy különlegesebb előadásorozat megszervezésére. Idén a Marosvásárhelyi Adventista Ágyülekezetben kerül sor erre az alkalomra. Az előadásorozat címe Kihívások a családban. Amikor valaki házat szeretne építeni, akkor nagyon jól megvizsgálja, elbírálja azt, hogy milyen is legyen az a terv és a felépülőház. Miért? Mert fontos az eredmény. Amikor tavasszal a kertészetben elindítják a munkálatokat, akkor a kertész gondosan megkeresi a különböző növényeknek a megfelelő ágyásokat, hogy hol is legyen a helye. Miért? Mert a sikeres termésért fontos a lehető legjobb helyet eldönteni, meghatározni. Amikor egy fiú arról gondolkodik, hogy kinek is udvaroljon és ki is legyen az a lány, akkor nagyon jól átgondolja, megvizsgálja a helyzetet. Ugyanakkor, amikor egy lány több fiú közeledése közül az egyiket kell kiválassza, ő is elbírálja, hogy kinek engedjen. Miért? Mert nagyon nem mindegy, hogy mi is lesz az eredmény. Találkozásaink témái a családi kihívások mentén fogalmazódnak meg. Életünkben nagyon sok fontos kérdés van, de talán a legfontosabb az, hogy a családban milyen döntéseket hozunk meg, és hogyan alakítjuk a családi életünket. Ezért hát ez is nagyon nem mindegy, hogy hogyan alakul és hogyan alakítjuk. Erről a fontos kérdéskörről hallhatunk estéről estére előadásokat. Az alkalomnak meghívottja Csabai Gyula lelkipásztor, a helyi gyülekezet, Marosvásárhelyi ágyülekezetnek lelkipásztora. Lelkipásztorként Sepsi Szent Györgyön, Nyáradszeredában és Mezőfelében is szolgált, valamint az adventista egyház délerti egyház területének kincstárnokaként és elnökeként is. Ma is kedves feleségével itt vannak, jelen vannak, szeretettel köszöntelek benneteket, és megkérlek, hogy lép mellém, egy kérdés erejéig ismerjük meg az előadót, akivel egész héten találkozni fogunk estéről estére. Békességet Isten hozott! Egy néhány éve már tervezzük ezt az alkalmat. És eljött ennek is a pillanata. Hogy, hogy ez a témakör ragadott meg leginkább? Miért emellett döntöttél, hogy nagyon nem mindegy, hogy hogyan tervezzük meg az életünket a családban? Valánszor belástam magam egy családdal kapcsolatos témakörbe. Mindig úgy éreztem, hogy jó magam is gazdag. Arra nem tarthatok igényt én sem, hogy amit elmondok itt testéről testére, azt sikerült gyakorolnom is. Másfelől úgy tartom és azt látom, hogy a társadalomban, ami egy fogyasztói társadalom, a családok hasonló kihívásokkal, problémákkal küzdenek. És arra gondoltam, hogy ami engem is úgy megfogott, ami úgy leszivágott a szívemben, hogy abból úgy is lehetne valami, akkor nem csak én gazdagodtam, hanem mindenki. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Sok erőt és helytállást kívánunk ezen a héten minden egyes alkalommal. Köszönöm szépen, kíváncsiak szépen. Ma este ugyancsak nagyon nagy szeretettel köszöntjük a Kolozsvári Központi Gyülekezetnek a kórusát, és Filip István lelkipásztort, aki elkísérte a kórust. Köszönjük, hogy elvállaltátok, hogy együtt örvendjünk és együtt legyünk. Már várom, várjuk, hogy halljuk azokat az énekeket, amelyeket elkészítettetek, és természetesen a költeményt is. Isten áldásra nyugodjon meg a szolgálatotokon. A ma esti előadásnak a címe nagyon nem mindegy, hogy Istennel, vagy csak okosan. Hogy mit is rejt magában ez a téma, hamarosan megtudjuk az énekszámok után. Szeretettel köszöntök mindenkit a Kihívások a Családban című előadássorozaton. Mai témánk címe nem mindegy, hogy Istennel vagy csak okosan. A 127. Zsoltár első versének egy kis töredékével szeretném ezt az előadássorozatot indítani, és ez a kis töredék a következőképpen hangzik, ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Szándékosan választottam ezt az ígét, és hiszem, hogy meg tudja tartani az egész előadás sorozatot, alappillérként szolgálhat. Nagyon nem mindegy, hogy kire építjük a házasságunkat. Milyennek tervezzük a párkapcsolatunkat, és hogyan neveljük gyermekeinket. A hosszú, boldog párkapcsolat egyáltalán nem a véletlen terméke. A házasságot egy repülőgéphez is hasonlíthatnánk, és egy repülőgép esetében nagyon fontos a megbízható pilóta, Világos célra van szükség, egy nagyon konkrét repülési tervre, ahhoz, hogy a gép az ő pályáján tudjon maradni, nyilván szükség van egy korszerű felszereltségre. Egy tréfás kedvű buszvezető sötét szemüveget tett föl, fehér botot vett a kezébe, aztán elment a végállomásra, és fölszállt egy üres buszra, és ott várt és várt, addig, amíg a jármű szinte egészen megtelt. Ezt követően felkiáltott. Hát uraim, senki nem indítja már el ezt a buszt? És úgy tapogatozva előre ment a sofőr székéig, aztán leült, és begyújtotta a motort. Mondanom sem kell, mi következett. Az emberek fejvesztve hanyat homlok menekültek, ki, ahogyan és amerre csak tudott. Határozottan kijelentjük már az előadás sorozat elején, hogy Istenre van szükségünk. Kétségtelenül. A párkapcsolatban is vezetőre van szükségünk, tisztáznunk kell a célokat, meg kell határoznunk az úti tervet, el kell sajátítanunk bizonyos szokásokat, hogy hosszú távon elégedettek lehessünk a közös életünkkel, azért, hogy gyermekeinket helyesen nevelhessük, és nyilván azért is, hogy végül célba érkezhessünk keresztény megközelítést alkalmazunk, és természetesen a cél az üdvösség az örök élet Isten országam. Alapvető útmutatást és megoldást Isten ígéjétől várunk, a pszichológia pedig, mint szerény kőműves segéd, a mester keze alá dolgozhat ugyan, de soha nem engedhetjük meg azt, hogy mesterként kontárkodjék, mert szilárd, viharáló házat szeretnénk építeni. A pszichológia, amely egyébként hasznos, közvetlen gyakorlati alkalmazása önmagában nem elég, mert semmilyen morális iránymutatást sajnos nem tartalmaz. Ismét Isten igéhez folyamodunk, olvasom Pálapostolnak a római leveléből, a 12. fejezetéből, az első versel kezdődően a második versik terjedő szakaszt. Így hangzik az íge, az Isten írgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg elmétek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Miután ezt az égeszakaszt felolvastuk, nyilvánvaló az, mennyire fontos, hogy átadjuk életünket teljesen az Istennek. Az is ugyanolyan fontos, hogy ne igazodjunk ehhez a világhoz. Ezen belül arról van szó, hogy ne igazodjunk e világ értékrendjéhez, az ízléséhez, az erkölcséhez. És természetesen azt sem kerülheti el a figyelmünk, hogy legyünk készen arra, hogy másképpen gondolkodjunk, mint eddig. Ez a döntés nehéz, mert egy kisebbségi csoport tagjává tesz. És a Biblia üzenete soha nem felelt meg a korszellemnek. A közgondolkodás szerint a boldogság, legfőbb forrása a házasság. Na, itt egy picit megállnék, helyre kell tennünk a dolgokat, mert a Szentírás tanítása szerint a házasság csak úgy önmagában nem cél. Mások pedig egyszerűen így szólnak, a házasság már réges rége elavult intézmény. Míg mások, ezt mondják, a házasság olyan problémák szövevénye, amelyek nélküle nem volnának. Hát akkor nem is csodálkozhatunk azon, hogy manapság a házasságok nagyobbik része, nagyobbik fele vállással végződik. Isten a házasság tervezője, alkotója és annak vezetője. Ő úgy alkotta meg az ember fogalmát, hogy férfit és nőt teremtett. Itt van a teremtési beszámoló, Mózes első könyve, vagy teremtés könyvének is szokták nevezni. A második részből idézek egy néhány szakaszt. Ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni. Alkotok hozzáillő segítőtársat. Asszonyjá formálta az Úristen, és oda vitte az emberhez. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Úgy, ahogy azt próbálom ábrázolni is, az Isten matematikája érvényesül, amely arról szól, hogy egy plusz egy az egyenlő egyel. Mi tulajdonképpen a házasság célja Isten tervében? Nem más, mint képviselni Istent. Az ő megbízásából, az ő nevében kell olyan feltételeket teremteni, hogy a boldogság az tapasztalható lehessen a párkapcsolati viszonyban, és az sem elhanyagolható, hogy Isten a biológiai szaporodással együtt az Isten félelmet szándékszik elterjeszteni ezen a Földön. Tehát a férfi plusz a nő egyenlő Istent képviselő ember. A cél tükrözni Istent, kifejezni Isten egységét. És ez csak akkor sikerülhet, hogyha ha az Istennel házassági háromszögben élünk. Isten ellensége, a sátán, mondhatod vádlónak is, diábolosz, a szétdobáló, ő rombolja az Istennel való kapcsolatunkat, és ezzel egy időben rombolhatja, tönkre teheti a pár kapcsolatunkat is. Az is nagyon fontos, hogy ki legyen a párom, az utitársam. Hát én immár kit válasszak. Nagyon fontos, mint már említettük, hogy kiül a volánnál, ám mivel a házasság meglehetősen hosszú ideig tartó utazás is lehet, egyáltalán nem mindegy, hogy kiül mellettem. Azonban előzze meg a párválasztási döntést az élet legfontosabb döntése, Jézus Krisztus életvezetővé való Megválasztása. És akkor nem fogod azt mondani, hogy a párválasztás teljesen az én dolgom, és ebbe még Isten se szóljon bele. Hát én már kit válaszok. Elengedhetetlen, hogy ugyanaz legyen az útirány, és mondtam már a az igazi úti cél az az üdvösség, az örök élet. Másodszorban vállalnod kell a pároddal a közös igát. Na nem úgy, ahogy Gál Éva rajza is ábrázolja, mert ebben az igában, amint látható, két egymástól nagyon különböző állat található. Nagyon nehéz, hogyha egy igában annyira különböző házastársak vannak. Ezt amennyiben lehetséges, kerülni kell, és megéri. Folytatásként, amikor hozzánk illő társat próbálunk választani, nagyon fontos, hogy hozzánk illő legyen nem a hasonmásodra van szükséged, hanem olyanra, aki harmonizál veled. Érdemes felvetni a következő kérdéseket. Össze, illeke, érdeklődésben, műveltségben és élet célban azzal a személlyel, akit ki szeretnék választani, akivel összeszeretném kötni az életem? Tökéletes összeillés persze nincs. Mindenképpen csiszolódni kell egymáshoz. Ám megfontolandó az is, amit Walter Nietzsche írt, hentes mesterrel azért nehezen harmonizál egy vegetáriánus nő. Ezt egy picit megmosoljogjuk talán, de így igaz, de értjük a lényeget. Gyakran azt kívánjuk, bár csak a társunk jobban hasonlítana ránk, mintha az lenne mindenkor a helyes, amit mi csinálunk. Az egyformaság nem jelent feltétlenül egységet. A házasság két egymást kiegészítő fél által alkotott mégis ideális csapat. Az egységet el, egymástól eltérő adottságokkal rendelkező emberek érik el. Egyé válnak egymás iránti szeretetükben, értékelik eltérő nézeteiket, tulajdonságaikat, stílusukat és képességeiket. És az maradt még, hogy olyat válasz, aki mellett végig megállsz, akit végig minden, minden körülmények között válasz. Úgy, ahogy dr. Pálhegyi Ferenc írja, a libegőből nem igazán lehet Nyaktörés kockázata nélkül kiugrani. Aki ki szeretne a libegőből ugrani, az jól gondolja meg magát, és hogyha ezt kívánja megtenni, akkor az ilyenek számára ajánlatosabb a városligeti körhinta, csak azzal az a gond, hogy soha nem fog felvinni a csúcsra. Így dönteni, így választani természetesen csak azt tud, aki párját Istentől fogadja el. Mindannyiunkban életkép az édenről, a vágyott paradicsomi állapotról, és lelkünk legmélyén olyan helyre kívánkozunk, vágyakozunk, ahol otthon vagyunk, ahol biztonságban vagyunk, és ahol nem fenyeget bennünket egyáltalán a két legfélelmetesebb szörny, az egyik a halál, ami az elmúlást hordozza önmagában, másik pedig az elkülönüléstől, a szeparációtól való szorongás. Mindez persze csak addig tart, addig, amíg rájövünk arra, hogy mennyire végesek vagyunk. Addig tart, amíg ismét meg nem tapasztaljuk azokat a keserű következményeket, amelyeket a tudás fája gyümölcsének a megkóstolása okozott. Attól aztán tényleg igazán önmagunkra ébredünk. A végességünkre, a kiszolgáltatottságunkra, ráeszmélünk közben sebezhetőségünkre és föltesszük a következő kérdéseket, hogy lehet-e tartós az egység élménye a mi paradicsomi állapotunkban. És hogyha körülnézünk, akkor sajnos miután fölébredtünk, azt látjuk, hogy nem ezt az egységet, ezt a harmóniát tapasztaljuk, hanem mi magunk képesek vagyunk arra, hogy a poklot teremtsük meg, Önmagunknak, máskor pedig sajnos a megszületendő gyermekeink számára is. A paradicsom ígérete, a vágyott álom mégis lebeg szemünk előtt, és sokszor azt tapasztaljuk, hogy mégsem tudunk oda megérkezni. Itt látható egy kép, némely szakember a házasságot egy kerthez hasonlítja. Stephen Covey a következőket írta. Magam is küzdök sok mindennel, amiről beszélek, ugyanakkor látom, hogy érdemes küzdeni, mert ez ad értelmet az életemnek. Képesítesz a szeretetre, a szolgálatra is arra, hogy soha ne adjam fel. Nem a körülményeim terméke vagyok, hanem a döntéseimé. Ne feledjük, ha tudunk valamit, de nem tesszük, akkor nem tudjuk, ha megtanulunk valamit, de nem gyakoroljuk, akkor nem tanultuk meg. És ugyanő az eredményes házasságok hét szokásáról ír, és ezek a következők. Légy proaktív, tud előre, hova akarsz eljutni, először a fontosat, aztán gondolkodj nyer-nyerben, Először érts, azután értesd meg magad, teremts szinergiát, és élezd meg a fűrészt. Sorra vesszük ezeket a szokásokat. Az első az, hogy légy proaktív. Ez azt jelenti, hogy élj a döntés lehetőségével, hiszen rendelkezel a döntés hatalmával. Ugyanis az inger és a reakció, a reakció között van egy tér. Ebben a térben szabadon eldönthetjük a reakciónkat. A legtöbb ember egyszerűen nem is tud erről a mentális térről, mivel nincsenek tisztájában a saját döntési szabadságukkal, kétféleképpen reagálhatnak. Az egyik mód az, hogy Szabadjára engedik az indulataikat. A másik viselkedési mód az az, hogy teljesen elfogyják az érzelmeiket abban a hitben, hogyha semmibe veszik a problémát, majd elmúlik. Összeszorított fogak, ajkak vagy néma hallgatás. Más szavakkal ez annyit jelent, ez a két viszonyulási mód, vagy teljesen megengedni azt a vízcsapot, vagy teljesen elzárni. Van egy harmadik út is, dönthetünk úgy, hogy felemelkedünk ezeken az érzéseken. A mérgelődés, az indulatos viselkedés végül is döntés kérdése. Nem kényszeríti ránk senki. Mi döntjük el, hogyan reagálunk. És pontosan ebben a mentális térben, az inger és a reakció között található térben dönthetjük el, hogy mit fogunk tenni. Mások viselkedését nem tarthatjuk kézben, de a viselkedésükre adott reakció a kezünkben van. Az, hogy milyen döntéseket hozunk az inger és a válaszreakció közti térben, meghatározó lehet a párunkkal való kapcsolat tekintetében is. A szakemberek azt is elmondják, hogy minél többet gyakoroljuk ezt a választást, jobban kitágul ez a tér. Másfelől, minél kevesebbet gyakorolja valaki a döntés hatalmát, annál jobban összeszűkül ez a tér, és egy adott pillanatban el is tűnik, és akkor már az ember tényleg nem tudja uralni, nem tud uralkodni a viselkedése felett. Elveszíthetjük önmagunk felett az irányítást. Kiki -ki maga dönti el, hogyan reagál. Senki sem vehet rá, hogy bármit is tegyek az én hozzájárulásom nélkül. Hallottam házastársat úgy fogalmazni, ki készít? A férjem vagy a feleségem? feldühít, olykor úgy érzem, hogy a falra mászok. De ha nem tekintem áldozatnak magam, én fogom megválasztani, hatalmam, szabadságom van arra, hogy megválasszam a saját reakciómat. Dönthetek úgy, hogy egy nyers megjegyzésre kedvesen fogok reagálni. Dönthetek úgy, hogy mosolygok a helyet, hogy megsértődnék. Ha morcos a társa, mert nehéz napja volt, dönthetek úgy, hogy tapintatos gondoskodó leszek a helyet, hogy elkezdenék panaszkodni saját gondjaimról, és versenyre kelnénk, hogy melyikünknek nehezebb. Dönthetek úgy, hogy megtöröm a neheztelés és a veszekedés körforgását. Ez az alapvető fontosságú meglátás megmenthetné manapság is a legtöbb bajba jutott házasságot. Nem csak a konfliktus egyik fele vagyok, hanem én vagyok az egyik fél, aki keresheti és meg is találhatja a harmadik utat, az úgynevezett harmadik alternatívát, amely közös nyerességhez vezet. A második szokást úgy hangzik, Tud előre, hova akarsz eljutni. Ez arról szól, hogy megvan a szabadságunk arra, hogy létrehozzunk egy vonzó jövőképet a saját párkapcsolatunkról, a saját házasságunkról. Egy kreatív képzelet, ami mögött új lehetőségek lehetnek. A képzelő erőnknek köszönhetően, amely ez nagyszerű adottság, másféle jövőt képzelhetünk el magunknak. Újra tervezhetjük az életünket, ami a párkapcsolatunkra, a családi életünkre, sőt mi több a gyereknevelésre vonatkozik. A képzelet által elhatározhatjuk, hogy milyen jövőt szeretnénk. Elhatározhatjuk, hogy szebben és jobban fogunk élni. És ez a képzelő erő, ez felszabadítja az energiánkat, a lelkesedésünket, és nagyon-nagyon sok kreativitás lesz benne. Írjuk meg a saját forgatókönyvünket. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az élet a párkapcsolatra, a házas életre vonatkozóan is csak is olyan lehet, amit addig megtapasztaltunk. A korábbi tapasztalataink alakíthatják a felfogásunkat. Rajtunk múlik, hogyan látjuk magunk körül a világot. És Isten segítségével, sok imával alakíthatjuk a saját életünket. És nem köthet gúzsba a múltunk, a gyerekkorunk vagy a családunk forgatókönyve. Újraírhatjuk a saját családunk történetét. A házasságunkban is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy létrejöhessen az egység, az összhang, a boldogság, az eredményesség, amire természetesen igazán vágyunk. Hatalmunkban áll döntést hozni, és lehetőségünk van megválasztani az utunkat egy ilyen helyzetben. Írjuk le ismétlem, hogyan képzeljük el a házasságunkat. Vonjuk be az összes érzékszervünket, a látást, a hallást, a szaglást, az ízlelést, a tapintást. Képzeljük el a közös életünket. Gondoljunk arra a családra, amilyet szeretnénk. Lehet, hogy teljesen más, mint azok a forgatókönyvek és azok a stílusok, amelyeken felnőttünk. A harmadik szokásról hadszoljak egy néhány szót. Először a fontosat. Összpontosítsunk mindig arra, ami igazán lényeges. Ennek a szokásnak a kialakítása arról szól, hogy elsőbséget biztosítunk mindannak az életünkben, ami a legfontosabb. Először a fontosat. És különböző kérdések, az azokra megadott válaszok tisztázzák azt, hogy mi a legfontosabb. És ezek a kérdések. A következők is lehetnének: mi az életünk értelme? Milyen értékek határozzák meg az életünket? Vagy úgy, ahogy már elhangzott, ki ül a kormánynál? Vajon Istenre építjük egyéni életünket és családunkat? És ezekre a kérdésekre megadott válaszunk lesz életünk fontos döntése. Egyszerűen azért, mert minden más döntésünk attól függ, hogy milyen célokat, értékeket és milyen vezetőt választottunk, mit helyeztünk életünk középpontjába. Mit jelent ez a kapcsolatainkra nézve? Hogy számunkra, Isten után, a legfontosabb emberek kerülnek előtérbe az életünkben. És a legtöbbünk számára kik ezek az emberek? A családtagok. A házastársunkkal való kapcsolatunk pedig mindig nagyon különleges szerepet tölt be. Ez a leges legfontosabb emberi kapcsolatunk Isten után. Abszolút elsőbséget élvez. Eldönthetem, hogy életem legfontosabb kapcsolatának elsőbséget biztosítok. Ez nagyon sokszor egyszerűnek tűnik, egyszerűen hangzik, de gyakran komoly kihívást jelent. Gyakorlatra, Erőfeszítésre és néha áldozatra is van szükség. A negyedik szokásról szóljunk egy néhány szót, törekedjünk mindenki számára a legjobbra. Ami a másiknak fontos, az ugyanolyan fontos kell, hogy legyen nekem, mint amilyen fontos számomra, az a másik személy. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a szívünk mélyén tulajdonképpen azt mondjuk, annyira szeretlek, hogy nem érezném jól magam, ha úgy történnének a dolgok, ahogy én akarom, de te közben boldogtalan lennél. Ugyanis a házasságban az életvitel az nagyon megváltozik, áldozatokat kell hozni, gondolni kell másokra is, az ő szükségleteik betöltésére és az ő boldogulásukra. Meg kell tennünk a lépést az éntől a miig. És ettől a váltástól lesz család, a család. Ez nem a jelenti, hogy beadtuk a derekunkat, ez nem megalkuvás, csupán áthelyeztük az érzelmi fókuszunkat a kevésbé fontos dolgokról a fontosabbra, a fontosabbakra, a szeretet személy értékére és a vele ápolt kapcsolatunk minőségére. Ötödik szokás. Először érts, azután értesd meg magad. Hallgassuk meg figyelmesen a párunkat. Nagyon kevés embert tanítottak meg arra, hogy másokat is meghallgasson, vagy hogyan hallgasson meg másokat. Ne csak a szavakra figyeljünk, hanem az érzésekre is. Derítsük ki, mi van a szavak, a dolgok mögött, egy viselkedés, egy meggyőződés hátterében. És tartsuk mindazt tiszteletben, amit megállapítunk. Ne törjünk olyan hamar pálcát mások felett, ne siessünk ítélkezni. Tanuljuk meg, hogy a szívnek annyira szüksége van a megértésnek, mint a tüdőnek, a testnek, a, a levegőre. Egy szobában, hogyha elfogy az oxigén, elfogy a levegő, hát mondanom sem kell, hogy annál fontosabb szükséglet nem létezik. Így hát valódi megértés nélkül nincs szeretetteljes mély kapcsolat. Működhet ugyan a házasság, de virágozni csak a kölcsönös megértés talaján virágozhat. Ennek az alapja ez a szokás, másokat meghallgatni. A hatodik szokás teremts szinergiát. És ez a harmadik alternatíváról szól. Azt jelenti, hogy együtt elő tudunk állni egy olyan alternatív megoldással, amelyik jobb a felek korábbi javaslatainál, amelyeket egyedül alkottak meg. És hogyha egy adott pillanatban nem is arról beszélünk, hogy az egyik milyen megoldást talált külön a másik, lehet, hogy olykor, összeadják a kettőt, de hogyha a kompromisszum képletében gondolkodunk, akkor mindig az az 1 plusz 1 az esetleg egy és felet fog jelenteni. De a szinergia megközelítésében az 1 plusz 1 az jelenthet hármat, jelenthet tízet, akár százféle megoldást is. A szinergia össze is köt a másik személlyel, mert együtt hozzuk létre a megoldást. Ellenállóvá tesz, mert ha egyszer sikerült megoldást találni, akkor ezt a képességet alkalmazni tudjuk máskor is, bármilyen felmerülő probléma esetén. A szinergia alapvető fontosságú minden kapcsolatban, a családban is, minden közösségben. Nagyon jó, és nagyon fontos példát mutatni a gyerekeknek is a szinergia teremtésre, hogy ők is együtt tudjanak működni másokkal, több alternatívás megoldást tudjanak kidolgozni, ami jobb, mint amit egyedül ötlöttek volna ki. Igaz, hogy ez azt is, azt, azt is jelenti, hogy egymás előtt megnyílunk, sebezhetővé válunk, és mélységes együttérzés él bennünk. Ha a sebezhetőség az empátiával párosul, a kapcsolat egész dinamikája megváltozik, átváltozik, és védekező falakat felhúzó helyett pozitív, kreatív, és mondhatnám azt is, hogy egészen nagyvonalú lesz. Másfelől tudjuk, hogy nem rendelkezünk mi. Egyedül az összes helyes válaszsal. Értékeljük a különbözőségeket. Ketten más-más élettörténetet, képzettséget és stílust hozunk a házhoz. A közösen kidolgozott megoldás egyesít minket. Nagy hiba ráerőltetni az elképzeléseimet és elvárásaimat a társamra. Ha szeretem őt, akkor elsősorban egyénként tekintek rá, és törekszem nem csak eltűrni, hanem megérteni, és értékelni, és hasznosítani a különbözőségeket, mert az eltérő érdeklődési területek, a kivételes adottságok, a különös egyéniségek teszik érdekessé, vonzóvá a szerelmet is. Ha a szeretteimet beszorítom az elképzelésembe, hogy milyennek kellene lenniük, azzal lélek nélküli tárgyára edukálom őket. Ám az emberek nem tárgyak. Dostojevski mondta: Szeretni valakit annyi, mint olyannak látni, amilyennek Isten szánta őt. Nem igazán működik az a házasság, amelyben semmibe veszik azokat az adottságokat, amelyeket a másik társ hoz a kapcsolatba. Ahelyett, hogy megpróbálnánk átformálni a másikat a saját képmásunkra, inkább értékeljük a másságát és segítsük egymás boldogulását. Így valódi csodákat élünk majd át. Az utolsó szokás: élezd meg a fűrészt, szálljunk időt magunkra és a rendszeres feltöltődésre. A párkapcsolatunk, családunk és saját magunk testi, mentális, érzelmi és lelki egészsége iránti elköteleződését jelenti. Élezzük együtt a fűrészt, közös sportolás, kirándulások, együtt lenni. Fizikális, értelmi, érzelmi, lelki, fűrész élezés. Azzal élezzük a fűrészt, hogy időt töltünk egymással, gyermekeinkkel, unokáinkkal és barátainkkal. Következtetésként Istenre és az ő ígéjére építhetjük a mi házasságunkat. Vele okosan tervezhetjük meg a párkapcsolatunkat. És tanácsait megfogadva nevelhetjük fel helyesen a mi gyermekeinket. Az én kívánságom az, hogy Isten erre segítsen, így legyen. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Urunk, köszönjük szépen azt, hogy Te vagy a házasság alkotója. Úgy szeretnénk házasságunkat ígét biztos alapjára építeni. Ugyanakkor szeretnénk család életünket megtervezni, és gyermekeinkkel boldogan élni. Hadd képviseljen téged a mi házasságunk, és tükrözze a mennyei szeretetet. Amen. Csida Jenő, Kik csak az utcán járnak, kelnek, szépséget rajta kíváncsi szemmel rá, nem bocsognak. Csak egy karika, szürke karika, ólom karika, vén templom ablak. Rácsa rostás, kerete máló, emit mohle, jamot pókháló, sütheti napfény, sötét örökre, mint világtalan, hús világtalan, agvilágtalan, ötszemegötre. Hát, ki belép a tágiromba, boltozatos, hűvös templomba, és belülről pillant ablakára, Megdöbbenten áll, megkövülten áll, elbűvölten áll, Nézz a csodára. Színek zengése, fények zúgása, vagy a szűz vallomása kék, ami békül, piros, mi rángol, magasba emel, emel Ó, titko, titko. a mennybe emel, lángtünemény és győzkábráz. Ó, titkok, titka. A földön itt lent, belülről nézzen, mindenki, mindenki. Szeme és szíve, és harcot, és békét. Áldja meg az Úr. Áldja meg az Úr a belülről látott fényesség. egyedül Krisztus jelenléte tudja boldogá tenni a férfi és a nő életét a házasságban. Írja Ellen Goodwight a Boldog Otthon című könyvben. Óriási igazság. És milyen jó, hogy rendelkezhetünk ezzel az ajándékkal. Életünk során lehet jól tervezni, lehet okosan tervezni, mindent bele lehet adni, pszichológusokhoz lehet eljárni, Tanácsadásokat lehet kérni, de ha Isten nincs jelen a házasságunkban, ha vele nem tanácskozunk, akkor lehet, hogy úgysem sikerül. Mert ha csak a földi létre tervezünk, és nem egy örök életre, akkor minden csődbe fulladhat. Így tehát nem elég csak okosan tervezni, hanem áldásra kell vágyni. És az áldást? azt el lehet nyerni. Köszönjük szépen a ma estéli gondolatokat Csabai Gyula lelkipásztor részéről, köszönjük a költeményt, és köszönjük a kórusnak is a szolgálatát. Holnap este újból találkozunk, és szeretettel hívok meg mindenkit, hogy jöjjünk el, és a családi kihívásokról tovább elmélkedjünk. A holnap estéli gondolatoknak a címe Felelősségvállalás, vagy kozmetikázás? Hogy vajon miről is van szó a holnapi alkalommal, ha kíváncsiak erre, kérem, tartsanak velünk. Tegyük fel a kérdéseinket, és bízunk abban, hogy a válaszokat is megtaláljuk. Számítunk örök Önökre minden este, egy héten át. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A viszontlátásra.